Isti! Na sziasztok, srácok! Egy marha érdekes sorozat fog elindulni ezzel a videóval. Forma 1 2019, gyakorlatilag az összes versenyt le fogjuk nyomni, ami még hátra van a szezonból, illetve a jövőbeli szezonban is fogjuk csinálni minden hétvégén. Nyilvánvalóan a társam Patrick lesz ebben. Szevasz, Patrick! Szevasztok! Ennyiben annyiban kiegészíteném Istvánt, hogy nem minden hétvégén, hanem akkor fog kikerülni egy-egy rész. Hanem után nem haladszodott semmi, és a rész volt a következő szó. Tehát arra gondolt, gondolom én a Patrik, hogy tulajdonképpen nem minden hétvégén mondja verseny, amikor szünet van, akkor nyilvánvalóan nem lesz. Azon a verseny hétvégén lesz videó a versenyről. Pont. Igen, ez erre gondoltam, ezt is mondtam, de jó, hogy nem hallatszódott. Így van, tehát nyilván srácok, azt is odatenném, hogy azért a francia pályát fogunk, vagy Franciaországba fogunk most menni, ugye? Gyakorlatilag egy olyan 2-3 órája játszunk a Patrikkal a játékkal. Nagyon szépen köszönjük a Magnónak egyébként a kódokat. Hatalmas shoutouts! És azon kívül, ugye én ez a pályán egyszer sem mentem életemben, nemhogy Forma 1-es autóval, nekem amúgy tényleg sok közön nincs az egészhez. A lényeg az, hogy gyakorlatilag full realisztikus törésszimuláció lesz a játékban nekünk beállítva, az összes szabály él, 25%-os lesz a versenytáv, ami fú, ennyi 14-5 kör volt azt hiszem talán. 13, így van. 13 a francia pályán, illetve a qualifying, ugye az időmérő, az egy 18 perces rövid időmérő lesz, amit nem fogjuk végig 18 percet végig kitölteni. Szerintem nagyjából egy olyan 3-4 körön belül azért le fogjuk futni a legjobb körünket, amit itt tudunk, és akkor megyünk tovább a versenyre. Egy videóban lesz mind a kettő történet. Marha érdekes lesz. Patrikkal egyébként a Renault csapatban, mint látjátok is, kerültünk bele, hogy ezt választottuk. Az autók egyébként, a csapatok ki vannak egyenlítve, úgyhogy igazából ez teljesen mindegy, a szín tetszett nekünk, és nagyjából még nem akartunk annyira ilyen mainstream csapatba nyomulni, mint mondjuk a Ferrari vagy a Mercedes. Úgyhogy ennyi, srácok, nagyjából ez van, marha érdekes lesz, mondom már, gyakoroltuk a pályát, izgalmas lesz, full törés szimuláció, még egyszer mondom, nagyon brutál lesz. Patrick, are you ready? I'm ready. Csapattársak vagyunk, úgyhogy lesz azért beef, de azért a csapatot... Én a csapatot fogom előtérbe helyezni, mert én szar vagyok. De mindegy. Srácok, nézzük is meg akkor az időmérőt. Én kijövök. Igazából a fő nehézség nekem ebben a játékban mindig is az, ugye, hogy nagyon gyakorlatilag türelmesen kigyorsítani, nem eldobni az autót. És tényleg a verseny köz meg tényleg az, hogy annyira figyelni a többiekre, amennyire csak lehet. Aha, elszartom azt a féktávot, nem baj. Ez még úgyis csak a melegítőkör. Na most hogy is mondjam, tehát a practice-t az direkt nem rakjuk bele nektek, tehát az halálosan unalmas lenne. Inkább úgy vagyunk vele, hogy előtte szépen mi lenyomjuk a kis gyakorlásunkat. Nagyon jó. Ó, mindenki kijött tőlem, nagyon jó. Basszus. Egyelőre jónak néz ki. Ennyi nagyon szar, ma megint. Nem nyugi. Tudom, mi van. Nyugi, nyugi. Tök későn fékezek. Én full pirossal kezdtem a gyors körömet, és most full zöld. Második szektor lila. Szép. Ezt itt nem tudom bevenni normálisan, hallod? Igyekszek türelmesnek lenni, de... Én is! Rohadt életbe! Mi történt? Nem sikerült. Basszus. Oké. No! 1.36.8, azzal én meg vagyok elégedve. Az nagyon jó. Na, úgyhogy így nézzünk ki, srácok. Verstappen az pole pozícióról indul, Pierre Gasly a második helyről, és Lewis Hamilton csak a harmadik helyről. És hát a Ferrari, ahogy nézem, az ők is elég le vannak maradva. 6. Vettel, illetve Leclerc az 11.
Ugye srácok, ez egy izgalmas kis verseny lesz. Ugye Patrik, hogy van, hogy 10. helytől van pontszerzés? 12? Így van, 10. helytől. Így van. Ezt ugye számolni fogjuk, srácok. Tehát, hogy mindenkiét. Mindenki összesítve lesz minden egyes verseny előtt, illetve után, azt úgyis látjátok. Csak azt mondom ugye, hogy nem egy darab lobbyba vesszük fel az egészet előre, tehát nem a játék fogja, tehát a második versenytől, majd látjátok, azok nem, azok csak az aktuális versenyre fognak igazak lenni, úgyhogy mi ezeket szépen mindig össze fogjuk adogatni, mint a Fantasy VB-nek. Hoppá! Ott van valami probléma, valakinek a kereke! Mi a szar? Defektet valaki... kapott valaki? Nem, le volt szakadva a kereke, és ott volt a kocsi orrán gyakorlatilag rajta. Hát az ott, akkor diszkvalifikálva van az az úr. Nagyon jó, meglátjuk, nem tudjuk. 9. jó az, jó, én teljesen aláírom. Mondjuk pont a közép mezőny, tehát, hogy lesz ott daráló. Úristen, de izgulok, jó. Minél inkább koncentráltan kell mennem, ezt kell magamban hangsúlyozni. Á, igen. Nagyon jó időt mentél, Isti, gratuláció. 5 tizeddel. Köszönöm szépen. 5 tizeddel, dehogy. És az az úr, hogy lehetett volna sokkal jobb is, tehát akkora hibával az elején, hogy... Na mindegy, nem is tudom, hogy lett ez 1.30. Mindegy, 5 tizeddel előttem vagy, nézzük akkor a futamot, és lesz felvezetőkör is. Na, hát akkor egy kalappal Istvánom. Köszönöm szépen. Jó melegítsd át az abroncsokat. Ja. Az azért vicces, hogy előttem Leclerc van, előtte Grosjean és előtte Isti. Tehát, hogy így... Fú, Patrik, én nagyon izgulok, te! Izgulsz? Ja, ez a felvezető meg minden! Jaja. Mondom, Isti, ahogy beszéltük. Óvatosan, nagyon. Felesleges helyzetekben ne menj bele. Szárnyaidra nagyon vigyázz. Azaz. Mindenre nagyon kevés, srácok, mert azért tudjátok jó, hogy én inkább rallizni szoktam, és ott azért az ütközés, tehát a rally crossban is, vagy bármi azért gyakorlatilag egy alap dolog ütköznek. Itt viszont olyan szinten ilyen pehelykönnyű alkatrészeknek tűnő elemek vannak az autóban, amik így gyakorlatilag mint egy Lego kocsiról úgy pattan le a kerék meg minden, tehát hogy így totál ég és föld a külön a dolog. Úgyhogy óvatosan kell, na nagyon, meg ugye, meg hát önmagában az, hogy van itt forgalom, ugye, mint a rallycrossban azért maximum 4-5-6 ember, meg azért baszki 20 vagy mennyi. Aha. Most ezt a szart megint megnyomtam. Jó. Ja, hogy lehet így a rádióba beszélni. Aha, 89 fokos hőmérséklet abroncs, az úgy... Az jó. Az jó, mámi. Jó. Hát ennyire vagyok, srácok, izé noob a dologhoz. Na jó. Jajaj, ugye berak engem a helyemre. Jó. Az lett volna még szép. Nem, neked kell beállni. Mi? De ha nem kell, jó. Akkor megfogtam a kormányt én. Nekem hogy kell. Nem találnád meg. Nem. De várjál, össze csinálja. Jó, megtalálja. Neked jó. Kell. Egyet indexelni kell. Meg egy hátra nézni. Jobb-balra akkor. Dehogy találnám meg. Ó. Meg tudod, picit megy hátrébb. Na, Patrik, hajrá! Figyelj! Szerintem az első körben nem nagyon fogunk beszélni. Nem, egy szót se. Srácok, úgyhogy. Fú, basszus, a rajtom az a szar legyen értékű. Jézus Isten. Wow! Aha, valaki de jó belém jött, bazd meg. Belém is, de nem volt víz. Nekem sárga lett a szárnyam abban a... Úristen, 18. helyre visszaestem, gyönyörű rajtommal. Lement a szárnyam, szavaztak. Nagyszerű. Ó, te jó ég! Uram, atyám, Patrik. Hanyadik helye? De följebb vagy bőven, mint én. Igen, csak nincsen gyakorlatilag szárnyam. Vágom. Aha.
Gyakorlatilag majdnem keresztbe raktam az autót. Jó, a 19. helyen, mindegy, szépen kivárunk, tempót autózunk, felpróbálunk felérkezni, nagyjából ez az én elképzelésem, amit így most tudok tenni ebbe az ügybe, mert annyira rossz volt a rajtom, hogy el se hinnéd, Patrik. Még valószínűleg láttad. Hát láttam, csak aztán utána engem meglökött egy tororosszó hátulról. Ja. Nekem is belém jöttek egy picit ilyen koccanást, ha éreztem, vagy hallottam hátulról. Csak nekem le is szakadt egy kicsit a szárnyom. Nagy utána szerint. Meg én durrantottam telibe Leclerc-et. Ó, basszus. És akkor meg lejött a szárnyam másik oldala. Tehát ilyen negyed szárnyal mehetek kb. Mm. De mindegy, nem megyek most ki. Senki sem ment ki. A nagy sérülések akkor nem történhettek amúgy másoknál. Ó, te jó Isten, hogy veszem ezt a kanyart. Ó! Nem tudok nagyon tempót menni, mert nagyon nagyot kell fordítani a kormányon. Ja, hát igen. Én meg csak azért nem, meg béna vagyok, mint a szar. Uh-huh. Mindegy, majd belerázadunk mi ebbe csak. Jaj, de legalább figyelj, nem kell újra kezdeni, tehát hogy így... Igen. A rajttal az a bajom még, hogy túl finoman csinálom. Tehát, hogy nagyon félek, hogy eldobja a seggét, ugye. Na, annyira el tudja dobni. De ne jól. Egy safety car, baszki. Ja. Valami történt. Bottas. Aha. Aha! Bottas. Jön vissza, várjál már! Ez a hülye. Jó. Jaj, de ne! De az Isten áldja meg! Ó! Ezt nem hiszem el. Érted, itt vagyok a... Ah, mindegy. Majd összedem okay. Magam. Ott valaki megint. Bottas, ki is állt. De basszus, így szarom, de ó, ez egy nyomok egy picivel nagyobb gázt, öcsém, és már megy a francba ki. És pedig ott voltam már rajtuk. És pedig Bottas visszajövett el, azért mindenki kicsit megfogott. Itt lett volna a lehetőségem, mindegy. Valami nincsen tapadás, vagy nem tudom, azt érzem. Azért nincsen, mert tudod, ilyenkor túl hevül a gumi. Ja. Kicsit kell neki idő. Mindegy. Nekem nagyon hosszú lesz a box kiállásom, mert szárnyat is cserélnek. Ja. De ez mi? Csim. 1.44-eket autózok, nem tudok annál jobbat menni. Hát... Nem csoda. A 18. hely, mindegy, nem ezen kell kattogni. Persze, nyugi. Aj, de későn tekerem rá a ívre. Ez új stratégiára rá gondoljak? Az miféle? A harmadik körbe menjek ki. Hát menjél. Ha gondolod, de hogy kell rányomni? Szerintem nem menjél, de egyébként nem is kell rányomni, hanem menj ki, az csá. Ja. Nem megyek ki szerintem. Most ez hogy kell innen kivinni ezt a szart? Ó, Istenem. Ú, de szar ez az ív, te jó ég. Hát ezt nem hiszem el. Nyugi Isti, szedd össze magad. Ja. De hogy kell én... Barom ideges, hogy ez az izé itt, baszki. Ez a pit strategy szar, nem tudom kivenni innen se, hogy... Nem csinál vele semmit. Akkor X és B. Semmit nem csinál azzal se. Na mindegy. Marad ott, az kész, nem tudok nem csinálni. Nagyon jó. Fú, de nem autózok időket, 1.47-eket megyek én is. Azt a rohadt életbe. Hallod, totál, nem tudom, teljesen máshogy viselkedik most az autó. Nem tudom miért. Ó, hát ez... Pedig nincsen sérülésem.
Elvileg. Figyelj csak, én túl sokat veszítek, én kimegyek a boxba. Jó. Nem tudom ezt első szárny nélkül, szinte első szárny nélkül megcsinálni. Nagyon sok ahhoz a kanyar. Itt meg el sem tudom kávé fordítani már. Mert ugye közben közben a gumi is kopik egyre jobban, és egyre többet kell rákorrigálni, meg mit tudom én. Valami sérülés van az autó, meg mi a szar van? Az lehet. Tire, ja nem, kopva, le van kopva a gumi már nagyon. Elkoptak, az a baj. Jó van akkor. Akkor én is kijövök most, ez kész. Ja, én kimegyek, mert ennek nincs értelme. De jobb is, mert akkor kapsz annyi üzemanyagot, nem, hogy az elég is lesz. Tehát akkor egy pites lesz, egy megállásos. Hát üzemanyagot lesz, ilyenkor nem kapsz, új ízét kapsz. Azt rohadt érbe, ó. Hidd, az abroncs tesó, ez... Most nem tudok kimenni, és Raikkonen elése, ó, hát ez... Hát ez megy a levesbe ez a verseny, srácok, ez egyértelmű, mert innen már föl nem tudok jönni. Dehogy nem, felmegyünk még. Csak új gumikon, figyelj. Hát ez nagyon jól fog esni, mert ez már katasztrófa. Tehát, hogy tulajdonképpen, és most forró is, én értem, de öcsém, tehát nem tudom megtartani. Nem tudok, rengeteg időt vesztek. Úristen, te jó ég. Te hallod, asztral térben, nagyon durván viselkedik most a kocsi. Jézusom! Előző futamon nem volt ilyen azért. Ennyire izé. Jó. Rákjó nem van előttem. Legalább büntetést nem kaptam behajtásnál. Ja, én se. Örültem. Na jó, hát neki. Kijöttem, aztán lesz, ami lesz. De jó, kaptam új szárnyat. Lesz mit összetörni. Hát egy jó 8 másodpercet kint voltam. De ne aggódjál ezen a nagy izén. Különbségem, jönnek ki azok is még. Na jó, de hát tőled vagyok 47 másodpercre. Gondolj már bele. Tehát én akkor a különbségről beszélek. Nem baj, ne aggódj. Ó, mennyire jobb a kocsi, még így hidegen is, basszus. Na hát gondolom azt, hogy kicsúsztam párszor, megfordultam egyszer-kétszer, aztán kész, szétkapott a gumi a picsába. Hát meg ugye ez az időmérős gumi is. Ja, ez időmérős gumi? Persze. Oho, ez így megy a való életbe is? Hát igen. Úristen, ja azért, mert csináltunk nyilván egy tesztfutamot, srácok, azért mondom, mielőtt még felvettük volna ezt a videót, és akkor ugye nem csináltunk gyakorlatilag kvalifikációt előtte, tehát ez nekem most tök új, hogy így ennyire elhasználott a gumi már. Ja jó, hát akkor ez meg van magyarázva, mert ez, hát érted, ennyire én még nem éreztem autót kezelhetetlennek ebbe a játékba. De lassan megyek, még mindig az van bennem, hogy el fogom dobni. Nyugi, most már nem fogod eldobni. Most már nem, most már tapadás van, igen. Ó, de nekem jó, is milyen, hát... milyen jó a tapadás. Úgy jövök rá, hogy jön erre, mint a szar. Nice. Csak most nem kell neki menni hátulról. Azaz! Megint egy kis szánytörés, aztán ide elszartam ezt a jóisten. De figyelj már, az, ki az első most? Fogalmam sincs. Tehát, hogy egy Ferrari-t látok, az lassan leköröz engem, tesó. Az elképzelhető. Úgy látom, ez... Csodás. Váááá! Bassza meg, hogy eldobtam. Jól elnyúlt. Mondjuk lehet, hogy nem volt kint izén. Hoppá, virtuális safety car. Na. Lassan kéne menni? Hát, mögötte kell maradni az emberkének. Lesz egy delta, hogyha elkezd valami piroslani, amit nem látok. Mi az a delta? Egy delta idő, amit nem szabad túllépni. Oké. Pirosan biztos. Fogja jelezni, hogy valahol a képernyő. Hát, tök új a játék, az a baj, én sem láttam még ebben. Do not exceed delta pace, ja, hát... Szerintem azt nem fogom én átrúgni, vagy nem, vagy áthágni, nem tudom. Mi történhetett, basszus? Nem tudom, az a baj. Én annyi levők maradva, hogy nem is lát, de veszek ebből semmit észre, hogy valami történt is. De hosszú ez a féktáv. Jó. Annyira elrontottam meg. Ott a delta!
Várjál, ma most nekem azt írja, hogy túl gyors voltam. Most már mehetsz. Jó. Fú, de nem tudom még, hogy ilyenkor viselkedni, baszki. Mi a megfelelő attitűd? Vissza kell birkóznom magam, mert az a baj, hogy megforogtam és meg is előztek. Nem akartam megpörgetni az autót, mert akkor csak elcseszem a gumikat. Persze. De szerintem amúgy miattam volt virtuális safety car. Hát de kicsit később, nem? Nem. Nem? Az most volt? Persze. Oké. Azt a Ferrari olyan tempót nyom mögöttem. Russell, majdnem. Olyat fékezett, hallod? Jézus. Oké, megvan Russell, jó. Ezt a kanyart én soha nem fogom tudni megtanulni. Melyik? Hát itt a hosszú full gázas utáni. Ó, basszus. Ja. Látom, leelőzted az izét, Kviatot, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Úristen. Ja, ez... Kezdik a boxokat. Most kéne felhoznom. Aha, jönnek vissza, aha. Mondom, olyan szinten le vagyok maradni, ami elképesztő, úgyhogy én valószínűleg ezen a szinten fogok maradni. Még bármikor jöhet egy safety car. Az összerázza az jogos. Giovinazzi itt van előttem. Hát én egyébként annak is örülök, érted, hogy most tudom, hogy csapattársától nem ezt akarod hallani feltétlenül, hogy egy nem szúzom szét a kocsit a versenyen, tehát hogy... De nyilván azért pontszerzésre fogunk itt rámenni, srácok, csak ez most nem úgy alakult. Ennyi, hát ez a Forma 1, srácok, itt nem úgy megy, hogy minden izé tip-top, meg hogy... Meg egyből első vagyok, mint a Forza Horizon, meg nem tudom, tehát hogy... Na nyilván hát senkit nem előzök meg a box utcánál. Van egy leggyorsabb körünk, az legalább valamiféle esély... Ó, hát ezt már szarom is a következőt, így van. Az legalább valamiféle pozitív nekem így. Én megyek rá azért a pontokra. Jól teszed, mert te még tudsz is! Ja, itt vagyok most a 14-en. Ennyi volt a leggyorsabb kör cím nekem, köszönöm szépen, Verstappen. Azt se adja meg nekem, érted a jár, azt se kapom, marad meg nekem. Hú. De baromi jó lett ez az új rész. Ja. A hadok, minden, tök jól néz ki. Szaríven jöttem erre rá. Mert nyilván nem adom fel, csak hát azért... Hogy ez igen. Öt környi üzemanyag? Basszus, de ki van számolva, azt a most számolgattam, hogy utána, hogy elég lesz az, bakker? De hát elég lesz, persze. De a csapat nem hagy cserben! Mi van, min van az üzemanyagod? Rich! Ten... Ja! Ó, bakker, de hát is szarom is el a kanyart! Én ezeket nem tudom nézni, ezeket a szarokat közben, eh? Úristen. Tehát kéne raknom másra, mi? A standardre tedd vissza. Jó. Hosszú egyenesbe kéne ezeket nyomkodni. Nem kanyar előtt. Úristen, de hosszú oda féktáv, te jó ég.
Richre, ja, hosszú egyenesbe, meg kanyarba. Vagy kanyarba? Előzésnél tedd. Ja, persze, majd, mit tudom én majd azt még így nyomkodni közben. Azért ennyire nem vagyok profi, sőt. Gyakorlatilag srácok, nálam egy practice láthattok. Maradjunk ennyibe egyébként. Totálisan légüres tér. Nyilván srácok, ezt a futamot inkább Patriknál nézzétek meg amúgy. Tehát hogyha most itt tart, azt nyugodtan kapcsolját oda, mert ott történik is valami. De hát ez van, hát most ez ilyen. Jó, de no assist-tal, Forma 1-jel, kormánnyal játszani. Aki próbált, az tudja, hogy nem olyan könnyű. Hát jó, de nem fogom mindent erre fogni. Hát, jó, oké. Nem kell erre fogni mindent, csak... Egyszerűen csak elszartam kész. Meg az izével nem számoltam, ez a hülye abroncsa, hogy ez még a kvalifikációs abroncs, hát bakker, hát... Kemény. Honota a hóhér. Ez nyilván szét is volt már jövő az egész. Annyira nem lehet, olyan izé... Nem, annyira nem volt tapadásom, te elképzelni nem tudod. Esőben nem volt ilyen szar a tapadás. Tényleg gyakorlatilag egy minimális gázt adtam, és nem amikor már forró volt a gumi, hanem minimális gázt már pördült ki a francba. Hát olyankor hogy kéne elindulni, valami elképesztő. Elszartad, az mit jelent? Persze. Kicsit megpörögtem. Ja, hát ez... De hát bőven visszamérsz még a mezőnybe. Ó! Nem áll, basszus, miért pörgök meg így folyamat? Állítottam a fékerőn is. Ú, de jövök. Elég lesz. Hú, basszus. Mi volt elég? A DRS zóna. Kifékeztem ja. Strollt, vagy hát inkább csak megelőztem. Egész jó féktáv volt. Fú, Raikön ennek de erős az autója. Tényleg? Aha. Á, nem is lesz meg. Csak engedj vissza, elengedtelek volna, rohadjál meg. Fú, te. Így bukom el. Hát mindegy, ez van. Úristen, az ív. Viszont most nagyon jó a kocsi, tehát most nincs is vele bajom, érted? Persze hibázok vele így is, tehát nem az, hogy tökélet sem megyek végig. Aha. De ahhoz képest, ami volt akkor, amikor összejött 600 dolog, hát tehát az... Ahhoz képest ég és föld. El tudom képzelni, hogy milyen szar lehetett. Szörnyű. Én volt is most már folyamat hibázgatok ám. Még egy kör van. Az meg, hát megkapom a kötést. Vége ennek a szégyen teljes futamnak részemről. Meg itt próbálok előzgetni, de... Nem tudom miért, egyszer-egyszer úgy túlmelegszik a gumi. Aha, pontosan. A hátsók. Igen, és teljesen elveszted a tapadásodat is. És onnantól kezdve borul minden, amit eddig a kocsiról gondoltál. A határai, minden.
ugyanúgy vezeted, mint eddig, és akkor is úgy eldobod, mint a szar, és akkor nézel. Kimegyek ilyenkor szélárnyékból, hogy kicsit hűtsem az egyenesbe. Stroll, csak vissza kéne előznem már. Stroll. Ez most jó volt. Na gyerünk. Hát nem vagyok túl közel, az a helyzet. Habár... ugyanott? Ez nagyon szemét dolog volt tőlem, de kicsit ráijesztettem. Hát ez szemét dolog volt, de megvan. Ó, basszus. Úrcsó körbe. Hanyadik vagy? 12. Ó. Nem túl jó. Verstappen. Meg is nyert a picsába, úgy annyi kész. Most már ezt a helyet nem kéne eldobnom, jaj. Aztán egyébként a Renault e-sport csapatának üzenem, hogy a telefonszámom az alábbi. Leírásban lévő linken keresztül meg tudtok, és az e-mailben meg tudtok keresni, ugye megbeszélünk egy összeget, amiért én hajlandó vagyok képviselni az e-sport ligában ugye a Renault-t. Így van. Remélem, hogy felkeltett az érdeklődésemet ez a, vagy érdeklődésüket ez a kis izé, referencia videó, amit itt láthatnak. És ez így nagyjából 6 számjegyű összeg egyébként. Így van, így van. Istvánt nézzük, ahogy megy. Hát ez István nagyon megy. El ne dobd, Isti. Nehogy dobom, most már beérek, ne aggódjál. Aha! Anyád picsája. Na! Hát srácok, hát ez... nem lettem utolsó, mert Bottas kiesett. Jó, hát ez egy isteni futam volt. Mondom, mindenképpen ezt Patriknál nézzétek meg ezt a videó, ezt a futamot. Abszolút azt ajánlom, mert talán történik is valami. Left the session. Igen, kidobott engem. Na, fantasztikus. Én meg azért megnézem azért még itt Verstappen arcát, hogy a pofámba röhög. Igen, meg nézd meg, hogy mi az eredmény, mert igen. Valami screenshotot nyomjál. Persze, mindenféleképpen. Engem kidobott. XP-met. Nos, hát úgy néz ki, hogy te 12. helyen végeztél, de ezt most akkor így majd szépen ki fogjuk innen hámozni. Ez a lista. És tulajdonképpen én a 19. helyen, ugye? Aha. Figyelj, te nagyon jól teljesítettél, te 11. helyről indultál, és a 12. helyen végeztél. Ez teljesen korrekt, én azt gondolom. A legjobb időd az 1.39.854. Teljesen hát. Jó. Pontot nem ír, viszont egyébként megmondom őszintén itt. Aha. Miért is írna, ugye? Köszönjük szépen. Úgyhogy a race director az... De ott se írja, bakker. De incidence. Ott kell írnia. Drivers ír, incidenseket ír. Nálam, hozzám kapcsolatosan egy incidens sincs, ami meglepő. Aha. Neked volt azért, voltak azért Raikkonennel egy ütközésed. Volt Vettellel, nem Vettellel nem volt. Leclerckel volt még egy ütközésed. Voltak dolgok. Voltak dolgok. És a driversnél sem ír pontokat. Tehát a Stubbs írja, hogy hányszor álltak meg honnan indultak. Verstappen első helyről indult és első helyen is végzett. De nem csimálatom, látom, sajnos nem látok pontokat egyáltalán. Majd úgy, ezt a print screen dobd át, aztán én majd összeírom a pontokat, hogy egyelőre akkor hogy áll a bajnokság. Alright. És akkor innen folytatjuk. Srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hát így első futamnak ez ilyen volt. Így van. Azért, hogyha esetleg tetszett, egy lájkot nyomjatok. Lesz és jobb köszönöm, is. Köszönöm is, hogy itt voltál, következőkben még jobban oda csapunk. Yeah. Így. Jók legyetek, szevasztok. Szevasztok, jöhet az out. Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.